Felzárkóztatás új épületekben. Befejeződött egy közel 700 millió forint értékű Európai Uniós és hazai forrásból megvalósult nemzetiségi roma kulturális integrációs program Kisvárdán. Közműfejlesztés. Az Encsencsi szennyvíztisztító telep átadásával befejeződött a délnyírségi szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt. Várják a felajánlásokat. Megkezdte a karácsony előtti adománygyűjtő akcióját a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Befejeződött egy közel 700 millió forint értékű Európai Uniós és hazai forrásból megvalósult nemzetiségi roma kulturális integrációs program Kisvárdán. A Kölcsönyi Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A projekt részeként felépült egy módszertani és oktatási központ, valamint felújították a multifunkcionális oktatási és kulturális központot. Az ERO rendezvényen a Nemzeti Fejlesztési Miniszter azt hangsúlyozta, a kormány nagy hangsúlyt fordít a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei integrációs programokra. Befejeződött a nemzetiségi roma kulturális integrációs program Kisvárdán. A város fő célja a beruházással, hogy ne csak gazdasági, de kulturális központ is legyen a település. A beruházásunk a ház megújítása volt, a művészeteknek a háza. Az összeg az közel 700 millió forint volt. Ez két részből tevődött össze. Egyik a színházteremnek a teljes felújítása, rendbetétele. A másik pedig egy közösségi ház létrehozása a szegregátumban, ahol hasonlóan a helyi kultúrát oktatások, képzések lennének annak a rétegnek. A másik pedig az, hogy a színházi fesztiválhoz kapcsolódóan legyen most már végre egy olyan színház termünk, ami alkalmas minden darab bemutatására. A kulturális központot kívül és belül is felújították, a közösségi ház pedig egy teljesen új létesítmény. A kormány feltérképezte, hol vannak felzárkózásra szoruló rétegek, és ez alapján támogatja jobban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. Erre a támogatásra Kisvárda pedig kifejezetten jó példa, mondta kérdésünkre Seszták Miklós fejlesztési miniszter. Az internetnek egy legfontosabb eleme, hogy azt az elszigeteltséget, amiben ők benne vannak, azt megpróbáljuk áttörni, és megpróbáljunk feladatot adni. Ez a feladat lehet akár egy egyszerű, mondjuk baba-mama közös program, vagy akár egy kosárfonás, vagy akár egy előadás, ami részt vesz. Azt mutassuk, hogy ha akar, akkor van lehetőség arra, hogy feljebb lépjen. Seszták Miklós hozzátette, ezeken a programokon már a részvétel is fontos, lépésenként kell haladni a siker felé. A közösségi épületek kialakítása nagyban hozzájárulhat a felzárkózáshoz, tette hozzá Baracsi Endre közgyűlési alelnök. Olyan lehetőséget nyújtsanak az embereknek, legyen az roma, legyen az nem roma, hogy megtalálják a közös hangot, tudjanak együtt beszélni dolgokról, és valóban közösségként tudják érezni magukat. Másrészt pedig vannak olyan támogatási formák is, ez például a támpapos támogatási formák erre nagyon jók voltak, ahol például komplex teleprogramok valósultak meg, vagy a komplex teleprogramok keretén belül valósultak meg olyan közösségi integrációs kezdeményezések és eredmények, amelyek azt hiszem, hogy nagyon sokat segítettek azon, hogy a roma lakosság és valóban részesévé tudjon válni azon közösségeknek, kis településen, városokban egyaránt, ahol élnek, és ezáltal is az élhető település fogalmát nagyban erősítsék. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eredményesen működnek az évekkel ezelőtt indított integrációs kezdeményezések, tette hozzá Baracsi Endre. Az Encsencsi szennyvíztisztító telep átadásával befejeződött a délnyírségi szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt. A több mint 4,2 milliárd forint értékű 6 település 24 ezer lakosát érintő program részeként bővítették és korszerűsítették a nyírbátori szennyvíztisztítót, és lefektettek 56 kilométer gerincvezetéket is. 6 település, Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Pirice és Nyírbéltek volt érintett abban a projektben, amelynek eredményeként közel 3500 ingatlan tud rácsatlakozni a szennyvíz elvezető rendszerre. Az új Encsencsi, valamint a felújított nyírbátori telepen éves szinten 500 ezer köbméter szennyvizet tisztítanak meg. Az Encsencsi létesítmény átadásán a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára a beruházás üzenet értékét emelte ki beszédében.
A lényeg az, hogy a települések és az emberek összefogásával a kormánnyal együtt fejlődés van. A másik, ami üzenet értéke, hogy szennyvíztisztító telepet adunk most át. Megint csak magában a telep megnevezésében már benne van az üzenet is, ami ugye arról szól, hogy megtisztul a környezetünk, arról szól, hogy környezettudatosan próbálunk élni, arról szól, hogy azok az állapotok, amik korábban itt a környéken jellemzőek voltak, azaz, hogy nem volt megfelelő szennyvízkezelés, ez most végre a 21. században megváltozik. A térség országgyűlési képviselője Simon Miklós elmondta, a fenntartható fejlődés szempontjából fontos, hogy az évi 500 000 köbméter megtisztított szennyvíz a jövőben már nem terheli a talajt és a felszín alatti vizeket. Mi ebből a földből élünk, hát mezőgazdasági terület, a nyírség, és eddig szerintem nem eléggé vigyáztunk a termőföldjeinkre. Ilyen tekintetben nagyon fontos, hogy 14 településen a 32 közül szennyvíz beruházás zajlott az elmúlt időszakban, többek között itt Encsencsen is, ez 6 települést érint. Szerintem javul a honpolgárok életminősége, hiszen a szennyvizet nem szippantani kell és úgy kiszállítani, hanem egy hálózat továbbítja, és ami nagyon fontos, hogy tisztított lesz. Encsencsen több mint 500 lakóingatlant érint a hálózat kiépítése, ezzel közel 2000 ember életkörülményei javulnak a településen. A településünk lakossága számára rendkívül drága volt az ippantott szennyvíz elszállítása, és ez felvetett sajnos környezetvédelmi kérdéseket is. Ma már így, hogy a településen kiépült a szennyvízhálózat, megépült a szennyvíztisztító, így lehetőség van a jövőben arra, hogy tisztított szennyvíz kerüljön ki a településünkről. Az érintett településeken a próbaüzem kezdete óta folyamatosak a lakossági rákötések. A jelenlegi 50% körüli aránya a tervek szerint jövő év nyarára elérheti a 100%-ot. Megkezdte a karácsony előtti adománygyűjtő akcióját a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Az önkéntesek december 4-e és 22-e között a megyeszékhely több bevásárló központjában várják a felajánlásokat. Az Adomány Express nevű felhívás keretében a készpénz mellett leginkább tartós élelmiszereket, édességeket, játékokat, könyveket, valamint háztartási szereket és ruhákat várnak a felajánlóktól. A Magyar Vöröskereszt 5 vidéki nagyváros bevásárló központjában gyűjti a karácsonyi adományokat decemberben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet igazgatója, Szarkáné Kövi Márta elmondta, már augusztusban elkezdtek felkészülni a téli időszakra, és felkeresték a helyi termelőket, akik élelmiszeradományokkal járultak hozzá a rászorulók megsegítéséhez. Az összegyűjtött ajándékokat még az ünnepek előtt elkezdik kiosztani. Ma kezdődött az adománygyűjtés a Nyír plázában, ez a leghosszabb gyűjtés, de vannak kint persejeink a metróban, a praktikerben, a korzóban, a Tesco-ban, mindenki megtalálja, mert látványos helyen van. Gyűjteni fogunk a Tesco-ban december 11-12-én, december 11-én gyűjtünk a Coca-Cola karaván keretében, és mindenféle adományt szívesen fogadunk a Malomut 3 szám alatt is. A karácsonyi adománygyűjtésbe helyi vállalkozások is bekapcsolódtak. Több cég az ajándékcsomagokba kerülő apróságokat ajánlott fel a rászorulók számára. Vannak olyan megyei vállalkozások is, amelyek már évek óta készpénzzel segítik a Vöröskereszt munkáját az ünnepek előtt. A Magyar Vöröskeresztnek az Adomány Express jótékonysági akció keretében ajándékoztunk 150 000 forint összegű készpénzt, ami már számunkra egy hagyomány, az az adományozás, tehát minden évben segítjük a Vöröskereszt munkáját, és fontosnak tartom, hogy a megyében lévő rászorultakat is ezáltal segítsük. A Vöröskereszt felhívja a figyelmet arra, az ünnepek előtt csalók visszaélhetnek a szervezet nevével. Fontos tudni, hogy a Vöröskereszt önkéntesei semmilyen esetben sem keresik fel a lakosságot az otthonaikban, és a helyi gyűjtéseken sem szólítanak meg senkit közvetlenül, pénzt kérve. A magyar nemzetnek nem érdeke, hogy gazdasági bevándorlók tömegei érkezzenek ellenőrizetlenül az országba, a problémára pedig nem jelent megoldást a kötelező betelepítési kvóta, mondta nyírbélteki sajtótájékoztatóján Bitay Márton őrs, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára. A politikus hozzátette, az országban eddig több mint 1 000 000 aláírás gyűlt össze az uniós elképzelés elleni tiltakozásként.
egy negatív mókuskerékben szalad Brüsszel, a negatív mókuskerékben szalad az Európai Unió, és mi pedig a magyar kormány összefogva a társadalommal egy olyan megoldást vezettünk be, a jogi, illetőleg a technikai határzárat, ami alkalmas arra, hogy a délről érkező migrációs nyomás elől megvédje Magyarországot. Az egy jó kérdés, hogy a betelepítési kvóta ellen, ami ugye nyugatról érkezik, hiszen azok, akik már valahogy bejutottak az Európai Unióba, ők különféle jogelvek meg egyezmények alapján megpróbálják őket ide visszatoloncolni Magyarországra, és azért ennek felesett tréfa, mert néhány év alatt itt egy szegednyi emberről beszélhetünk, ez ellen is tiltakozik a magyar kormány. A fővárosi törvényszék másodfokú, nem jogerős döntésében felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Juhász Ferenc volt szocialista honvédelmi minisztert hűtlen kezelés miatt. Az MSZP sajtótájékoztatóján a megyei elnök arról beszélt, hisznek Juhász Ferenc ártatlanságában, és más a megyét érintő jogsértő esetekre hívta fel a figyelmet, amikben nem indult ügyészségi nyomozás. A szocialisták megyei szervezete kiáll Juhász Ferenc ártatlansága mellett, szolidárásra vagyunk Juhász Ferenccel, és biztosak vagyunk abban, hogy nem, az ő döntése nem sértett törvényt, és ez be is fog bizonyosodni a későbbiek során. Mi egyébként felhívjuk a figyelmet arra, hogy más esetben viszont a magyar ügyészség nem emel vádat, nem jár el jogszabálynak megfelelően, csak példaként említem azt, hogy ebben a megyében az elmúlt évben úgy vett fel leköszönő polgármester végkerét, és közben országgyűlési képviselő maradt, hogy ebben a megyében úgy hagytak pozícióban polgármestert, hogy a közben jogerős bírósági döntés alapján nem lehetett volna már a pozíciójában, és ezt követően még hónapokig hozott döntéseket. Két témakörben is aláírásokat gyűjt a Jobbik Magyarországért mozgalom. Az egyik a menekültek elosztására vonatkozó kvótarendszer, ami nemzeti kérdés, hangsúlyozta tájékoztatóján a párt észak-magyarországi regionális igazgatója. Katona Péter hozzátette, a magyar emberek biztonsága érdekében meg kell akadályozni a menekültek betelepítését, ezért a pártpolitikai nézeteket félretéve csatlakoztak a Fidesz aláírásgyűjtéséhez. Emellett a Jobbik egy korrupció ellenes aláírásgyűjtési akciót is elkezdett. Vannak még olyan ügyek, amelyek Magyarország közéletét métejezik, és az a politikus bűnözés és a korrupció. És ebben a két témakörben is, három kérdésben megfogalmazva kezdtünk el aláírásokat gyűjteni. Hát nagyon szomorú aktualitása, hogy már elkezdtük az aláírásgyűjtést, amikor jött a hír, hogy ugye ezen a héten hétfőn fogadott el a parlament egy olyan törvénycsomagot, amely gyakorlatilag törvényi erőre emeli a korrupciót és a politikai bűnözést. Itt elég csak a NAV politikai vezetés alá vonását említeni, vagy az, hogy az állami vezetők közvetlen hozzátartozói is indulhatnak bármilyen állami tenderen. Elszakítva címmel jelent meg Kovács Judit nyíregyházi író második regénye. A könyvbemutatóról a folytatásban szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Vasárnap ismét hazai környezetben lép pályára a Malsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 10. fordulójában Sitku Ernő együttese a Sopront fogadja. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal csapata nyerte a 10. adventi kupa kispályás labdarúgó tornát. A második helyet a Római Katolikus Egyházközség, a harmadik helyet pedig a Református Egyházközség együttese szerezte meg. Elszakítva címmel jelent meg november végén Kovács Judit nyíregyházi író második regénye, amelynek bemutatóját csütörtökön tartották a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A szerzővel Onder Csaba irodalomtörténész beszélgetett, a regényből Rák Zoltán színművész olvasott fel részleteket. Kovács Judit író, történész, levéltárosként dolgozott korábban. Számos tanulmánya, szakcikke jelent meg a reformkorról. Első regényét 2012-ben Megtagadva címmel publikálta. Abban a II. Világháború időszakát ábrázolta egy nyíregyháza környékén élő gimnazista lány szemszögéből. Most megjelent Elszakítva című kötetének témája a felvidéki magyarok sorsa. A szerző a 20. század nagy történelmi traumáit dolgozza fel, történészi alapossággal, hőseiül pedig hétköznapi embereket választ. A téma egyrészt családi indítatásból ered, az írónő férjének felmenői a regény helyszíneiről származnak.
A család elszenvedte azt, amiről a regény is szól, a Benes dekrétumok jogfosztása, ennek következményei, a kollektív bűnösség ennek következményei, és ők azok a hétköznapi emberek, aki bárki lehet, és bárki ugyanezeket élte volna át, ha abban a korban születik. Tehát azok a traumák, amelyet csak azért kell elszenvedni valakinek, mert ő magyarnak született, vagy németnek született. A szerzővel a bemutatón Onder Csaba beszélgetett, aki szerint a most megjelent regény egy sorozat részeként is értelmezhető, az alkotó ezúttal is maradt a történelmi kérdéseknél. Én úgy gondolom, hogy Kovács Judit egy figyelemre méltó regényt alkotott, egy olyan témáról, egy olyan történetről, egy olyan családról, amelyről nagyon keveset tudunk, amelyet a szépirodalom, a magyar szépirodalom alig-alig ábrázolt az elmúlt évtizedekben. A közönség Rák Zoltán színművész előadásában részleteket is hallhatott a regényből. Vasárnap ismét hazai környezetben lép pályára a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 10. fordulójában Sitko Ernő együttese a Sopront fogadja. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában. A kelet-nyugat gála miatt két hetet készülhettek a csapatok a 10. fordulóra, így a többi együtteshez hasonlóan a nyíregyháziak is igyekeztek kihasználni a bajnoki szünetet. Sitko Ernő egy mini alapozást vezényelt a játékosoknak, akik így gyűjthettek egy kis plusz erőt az évvégi hajrá előtt. Az erőre szükség lesz vasárnap, mivel a nemzetközi porondon is érdekelt, Sopront fogadja a Marsó NKK. Valóban erős a Sopron is, ugye a héten megverték a Cibona Zágrábot, igaz, Sopronban a hazai pályán, de azért mindenféleképpen egy erőt mutat az, hogy a horvát bajnokságban vitézkedő csapatot ők meg tudnak verni. Tényleg sok játékosuk van, sok bevethető játékosuk van. Igazából ellenük csak egy jó csapatjátékkal tudunk győzni. Az a legfontosabb, hogy újra úgy tudjunk játszani, mint ahogy Jászberényben játszottunk, megkeresve a legjobb helyzeteket, azt a játékost megkeresve a pályán, akinek éppen jó napja van, és kihasználni az előnyeinket. Ha ezeket nem tesszük meg, akkor az egyénieskedő játékkal úgy gondolom, hogy nem sok esélyünk lesz. A szakmai igazgató szerint az időnkénti egyénieskedés hátterében az áll, hogy a csapaton belül még mindig nem alakult ki az a hierarchia, amely elengedhetetlenül szükséges az eredményes játékhoz. Nagyon várnám az idősebb játékosoktól, hogy előrelépjenek. Egy kis vizsgálatot is csináltunk a csapaton belül, és sajnos az a probléma, hogy nem esik minden egybe úgy a csapat hierarchián belül, ahogyan szeretném. Itt gondolok a hierarchiára, illetve a pályán nyújtott teljesítményre. Kell még több játékostól jobb teljesítmény, és nincs mese, valakinek föl kell vállalnia ezt a szerepet. Meglátjuk, hogy az elkövetkezendőekben lesz olyan játékos, aki ezt meg tudja tenni, de enélkül nagyon nehezen fogunk tovább lépni. A 10. fordulóból két meccset már lejátszottak, a Zalaegerszeg 82-70-re verte a Jászberényt, a MASZ pedig hazai pályán 93-71-re kikapott a Kecskeméttől. A további párosítás atomerőműese Albafehérvár, Körmend Kaposvár, Szombathely Szolnok és Szeged Pécs. A Marsó Nyíregyháza Sopron mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják az összecsapást. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal csapata nyerte a 10. adventi kupa kispályás labdarúgó tornát. A második helyet a Római Katolikus Egyházközség, a harmadik helyet pedig a Református Egyházközség együttese szerezte meg. 6 együttes lépett pályára Nyíregyházán a Filó foci csarnokban a jubileumi adventi kupa kispályás tornán. Az országban egyedülálló rendezvényen egyházi és világi szervezetek képviselőiből összeállított csapatok mérték össze tudásukat. A kezdőrúgást a korábbi NB1-es játékos Szekrényes András végezte el. Én a Római Katolikus Egyház közösséghez tartozom, és én egyházi iskolába érettségiztem 1965-ben a győri bencéseknél, és addig jelentkeztem annak idején oda, hogy ott volt NB1-es futballcsapat, és szerettem a Rábertúval futballozni, és a gondviselés meg az élet úgy alakította, hogy valóban sikerült abba a csapatba játszanom, és aztán, amikor érettségit követően, már aztán más, teljes más területre kerültem. Hát, mint a keresztényi életnek az egyik alapja, a vidám, a derű és a játék, most azt tapasztalhatjuk itt meg, hogy
a történelmi egyházak, az önkormányzatok képviselői egy gyönyörű szép vidám délután fognak eltölteni, és így méltón derűvel készülni a Krisztus eljövetelére. A tornát a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal csapata nyerte a Római Katolikus Egyházközség együttes előtt. A harmadik helyet a Református Egyházközség csapata szerezte meg, a negyedik helyen pedig a rendező Evangélikus Egyházközség együttese végzett. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Befejeződött egy közel 700 millió forint értékű Európai Uniós és hazai forrásból megvalósult nemzetiségi roma kulturális integrációs program Kisvárdán. A projekt részeként felépült egy módszertani és oktatási központ, valamint felújították a multifunkcionális oktatási és kulturális központot. Az Encsencsi szennyvíz tisztító telep átadásával befejeződött a délnyírségi szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt. A több mint 4,2 milliárd forint értékű 6 település 24 ezer lakosát érintő program részeként bővítették és korszerűsítették a nyírbátori szennyvíz tisztítót, és lefektettek 56 km gerinc vezetéket is. Megkezdte a karácsony előtti adománygyűjtő akcióját a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Az önkéntesek december 4-e és 22-e között a megyeszékhely több bevásárló központjában várják a felajánlásokat. Az Adomány Express nevű felhívás keretében a készpénz mellett leginkább tartós élelmiszereket, édességeket, játékokat, könyveket, valamint háztartási szereket és ruhákat várnak a felajánlóktól. A Kölcsei Televízió íradóját látták pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, szombaton és vasárnap pedig heti hír összefoglalóval, a krónikával várom majd önöket. Híreinket továbbra is nyomon követhetik a televízió honlapján. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, a Kárpát-medence időjárását alapvetően egy magas nyomás alakítja, így egyelőre nem várható változás. Éjjel többnyire borult, párás idő várható, ködfoltokra is számítani kell. Szitálás előfordulhat, de legfeljebb csapadéknyom fordulhat elő, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben szombat estig többnyire borult, párás idő várható, ködfoltokra is számítani kell. Szitálás előfordulhat, de legfeljebb csapadéknyom fordulhat elő. Változó irányú szél várható, délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is felhős, párás idő lesz a jellemző, helyenként tartósan megmaradhat a köd. Eleinte csak szitálás fordulhat elő elvétve, a hét közepétől itt-ott kisebb eső is lehet, mérsékelt marad a légmozgás. Sem a minimum, sem a maximum hőmérséklet nem változik számottevően. Borbála vagy Luca napon csíráztattak a régiek búzát, amely karácsonyra kizöldülve a következő év termésére jósolt.